vállaltuk azt a járási hivatalvezető asszonnyal, hogy egy olyan járási székhely központi épületet fogunk itt kialakítani, ami méltó a Békésen élő emberek kiszolgálására. Még 2014. szeptemberében jelentette be Gajda Róbert kormány megbízott, hogy állami tulajdonba kerül Békésen az egykori járásbíróság épülete. A hosszú távú koncepció az volt, hogy a felújítás után a járási hivatalnak adjon otthont az 1907-ben épült ingatlan. A péntek délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón a kormány megbízott arról számolt be, hogy a korszerűsítés második ütemére a kormány 250 millió forintot biztosít. Békésen a Kossuth utca 4 szám alatti ingatlan tulajdonjoga átkerült az önkormányzattól a magyar államhoz, és én akkor azt ígértem polgármester úrnak, hogy a területi közigazgatás Békésen olyan formában fog tudni majd megvalósulni, hogy ezt az ingatlant úgy fogjuk felújítani, hogy a Békési járási hivatal központi épületét itt ki tudjuk alakítani, és akkor azt is mondtam polgármester úrnak, hogy szerintem a testület egy bölcs döntést hozott ezzel kapcsolatban, hiszen ez a beruházás meg fog tudni valósulni. Térség fejlődésének fontos lépéseként üdvözölte a bejelentést Dankó Béla országgyűlési képviselő, aki méltatta a békésiek azon döntését, mely révén lemondtak ugyanaz ingatlan tulajdonjogáról az állam javára, de cserébe megújul az egyébként nem kivonottan jó állapotú épület, mely ráadásul nincs is igazán kihasználva. Ezen segít, hogy az emeleti rész korszerűsítése mellett a padlásteret is beépíthetővé teszik, vagyis összesen 650 négyzetméternyi, akadálymentesen kihasználható területet alakítanak ki. Ennek köszönhetően a jelenleg meglehetősen széttagolt struktúra jóval egységesebbé válik. Csökken a járási hivatal által használt épületek száma a beruházás után. Ezek költséghatékonyabb és költségtakarékosabb lesz maga a működésünk. A jelenlegi 4 épületünk helyett 2 épületet fogunk használni a beruházás megvalósítása és az átköltözést követően. Izsó Gábor polgármester kiemelte, a felújított épület hozzájárul a belváros fejlődéséhez, Békés térségi szerepének megerősítéséhez. Mindenképpen előny, hogy a körzetközponti szerepe a városnak ezzel is erősödik, hiszen 40 ezer embernek a ügyes-bajos dolgait intézik itt a kormányablaknál, illetve a járási hivatalnál, ami forgalmat jelent a városnak, életet hoz a városba, tehát mindenképpen fontos abból a szempontból, hogy amit az elődeink is megszereztek, letettek, mint járási központ, ez a továbbiakban is éljen. Az épület felújítása várhatóan még a nyáron elkezdődik, és a tervek szerint még idén be is fejezik a munkát.